Lázár János leépítésügyi miniszter szertefoszlatta a Fideszes szavazók álmait, leállította a Csongrád megyei híveknek beígért sportberuházásokat. Itt állunk Makón az ipari park gaztengere közepén, azon a helyen, ahol annak a honvédelmi sportközpontnak kellene, vagy inkább nem kellene állnia, amit Makón élő szavazóinak ígért a kormány. Mára bebizonyosodott, hogy hazudtak nekik, hiszen ez a beruházás is egy abból a 270-ből, amelyet Orbán Viktor leállítatott Lázár János építési és beruházási miniszterrel. Amikor kiderült, hogy a 13 éve tartó fideszes lopás miatt elveszítjük az uniós pénzeket, akkor Lázár János végrehajtva Orbán parancsát elvette a makói fideszes szavazóktól a nemzeti lövöldét. Hasonlóképpen jártak a bordányi, kisteleki, mincenti, nagymágocsi, sándorfalvai és szentesi polgárok, akiktől a tömegsportolás lehetőségei bővítő sportparkok megépítését vették el. A Fidesz tavaly novemberben még a területfejlesztési törvényt is úgy módosította, hogy az önkormányzatoknak nem lesz beleszólásuk abba, hogy milyen fejlesztés történjen a városukban. Így lehet az, hogy itt az ipari parkban a makuiak érdemi megkérdezése nélkül épülhet egy nagy vízigényű, sok szerves oldószert felhasználó kínai gyár. Kormányváltásra azért is szükség van, hogy a Dobrev Klára vezette kormány helyreállíthassa azt a környezetvédelmi ellenőrző hatósági intézményrendszert, amely garantálni tudja a makói és Csongrád megyei emberek számára biztonságot. A Demokratikus Koalíció helyi képviselőiként elfogadhatatlanak tartjuk, hogy Orbán Viktor velünk akarja megfizetni a lopása következményeit. Elegünk van abból a 13 éve tartó lopásból, amikor fideszes milliárdosok lopják szét hazánkat, aztán amikor ennek következménye van, azt a mi torkunkon akarják lenyomni. Ebből csak a kormányváltás és az egyetlen kormányzóképes ellenzéki alternatíva a Dobrev Klára vezette árnyék kormány jelentett kiutat.